Épp névjasszal festenek húsvéti tojásokat a Hevesi Művelődési Központban, időben elkezdték a húsvéti készülődést. Olvasztottak, kapartak, mártottak. Rengeteg módszert lehet alkalmazni a tökéletes, kézzel készült tojás elkészítéséhez. A másik változat, amit a nép használt és egyszerű volt, amikor egy levelet beletettek harisnyába, és így belelógatták így a festékbe. És akkor ebbe benne van. Erdélyi és matyó mintákkal is lehetett találkozni a rendezvényen. Jellegzetesen hevesi húsvéti tojást azonban nem nagyon ismerünk Pataki Miklósné emlékei szerint. A színvilág is változatos volt, rengeteg színt használtak a régi idők tojásaihoz, a piros azonban lényegében minden korban dominált. A pirosat, ilyen bordós pirosat, az hagymahéjból festették, és ez volt az általános. Mindennek megvolt a színe, hogy kékből, piros, sárgából, de hát általában a piros tojás az volt a hagymahéjjal megfestett, az volt a jellemző. Itt is változtak a trendek, a díszítést ma már a tempera festékkel, vagy akár lakfilccel is fel lehet dolgozni. A gyerekek a tojásfestésen túl persze mindenféle húsvéti témában színezhettek, rajzolhattak, ragaszthattak és nyuszikat is készíthettek a rendezvényen. A hagyományos értékekre hangsúlyt helyező rendezvény a Csillagvirág Népművészeti Egyesület közreműködésével valósult meg.